Krisztián nem bír megszólalni, pedig visszatértünk a konyhába, Kamocsai Beh Marian kertészmérnökhöz. És hát itt már terül-terül. Ezért nem bírok megszólni, hát nézd meg, hogy néz ki. De még most nem nagyon fogunk enni, mert hogy még el kell készítenünk a bólét. Hát a lényeget, hogy majd aztán a teljes élmény meglegyen. Jó, na bólét, mit csináljunk Marian a bóléval? Mielőtt elkezditek, csináltam nektek egy jeges tát, ugye? Azt mentából és citromfűből ebből, ezt nyugodtan megkóstolhatjátok. Ez annyi volt igazából, hogy 10 menta levelet, 5 citromfű levelet leforráztam, 1 deci vízzel lefettem a tetejét, 10 percig hagytam el, és utána hideg vízzel jéggel felöntöttem, egy kis mézon benne citromlé, és utána még egy pár friss levelet dobáltam bele. De jó. Ez egy ilyen egyszerű. És ezt 3 szívószával kell szívnom, vagy ez csak így direkt a... Nem mondottam egyből szívnok ketten, vagy hárman mi. Nagyon finom. Ezt megkóstolod a művedet, amelyet megkóstoltam. Nagyon-nagyon jó. Hogyha például este megcsinálsz egy nagyobb adagot és berakod a hűtőbe, akkor utána másnap egész nap szerintem nagyon, ez tényleg egy tök jó. Frissítő. Na de mit csinálunk mi? Akkor ez a két bólé. Ugye a bólé lehet alkoholos, mi alkoholmenteseket csinálunk most. Gyümölcsök, minél több gyümölcsöt kell belerakni, szénsavas ásványvizet, illetve most virágokat és fűszernövényeket fogunk beletenni, ebbe eddig ribizli került, gondoltam, hogy ebbe eperet esetleg rakhatok. Igen, azt én szeretném. Illetve ugye ott vannak a friss parancsolj. De melyikbe rakjuk? Bármelyikbe? Igazából bármelyikbe, de én gondoltam az eperet tehetitek ebbe, és úgy. Akkor... Kicsit eljön, ahol nyugodtan kézzel is megfoghatod. Igen, összem. Tehát hogy így fogom és rakom, sőt simán semmi. Igen. Csak elég közelről, hogy nehogy. De ez annyira jól néz ki, hogy ezt szinte sajnálom meginni. Meg is eheted egyébként. És nálatok ezt hogy képzeljük el? Nálatok ez így van otthon is? Ugye két gyönyörű kislányod van. Hát nagyon szeretjük megadni egyébként a módját is annak, hogy hogyan... Anya egy jó bólét dobj össze nekünk, fogyasztjuk. Úgyhogy sokszor, igen, sokszor nem csak megesszük, hanem előtte még lefotózzuk, előtte megszerkesztjük, hogy mindig úgy elszigyelem magamat, hogy örülök, hogy egy limonádét otthon össze. Jó, de most ezek után már te is a kis kertedből majd ezeket fogod szépen csinálni. Igen, egyébként ezek mind olyan növények, a menta is olyan, hogy teraszon is tök jól megél. A miért tartogatod itt ilyen? Mert a virágokat is majd mindjárt díszíteni szeretném, csak én sem tudok egyszerre beszélni, és tevékenykedni is, akkor te jössz, te rakod a virágokat. Honnan szerezzük be ezeket, hogyha nem vagyunk olyan szerencsések, hogy megterem nálunk a kertbe vagy a közelbe, mint nálad? Nem mondták, hát hogy tehetek vele citromot, de nagyon sok minden teremvadon, amit be tudsz szerezni, annyi a lényeg, hogy ne forgalmas utak mentén. Szedjük például a bodzánál, hogyha megmosod, akkor már a virágport kimosod, úgyhogy ezért is jó, hogyha mondjuk egy kertből vagy valami ismerősnek a kertjéből tudod szedni, de erdők szélén nagyon sokat láttam, én most például a vadrózsát is, Budakeszén lakunk, és ott az erdő szélén szedtük, úgyhogy... És akkor ez a vadrózsa is így, ahogy van, mehet a bóléba? Így, nyugodtan, igen. Mert ugye ezt előtte csak megmostod, az igen, hogy hideg vízzel, meleg vízzel áztatod, hideggel nem áztatod. Inkább. Azt egyébként hogyan tudom kideríteni, hogy melyik virág ehető és melyik nem? Mert itt most hát, utána kell nézni, azért óvatosan, az, mert pont nemrég az egyik ismerősöm posztolt egy olyan virágot, amit meg akart enni, és írtam neki, hogy azt ne. Úgyhogy azért érdemes utána nézni, de most már szerintem elég sok a köztudatban van, főleg most, hogy virágzik a hárs, a bodza, vadrózsafélék. Mert hogy ugye az akácból is csak a fehér ehető, például a rebarbanács ebből a levele. Igen, megettem a lilát is. Tényleg? És itt vagy. Igen. Tarám. Tehát akkor nem kell félni, de azért inkább ne kergessük itt. Igen. Igen, de például a levendulából de nagyon sok, igen, nagyon sok ilyen szed magad akció van mostanában. Jó, a levendulát oké, tehát azt most már szerintem mindenki tudja a köztudatban, de hogy ezeket például, tényleg ezeket a színes virágokat, hogy melyiket ehetem meg, melyiket tehetem bele ételbe. Szerintem az... a neten elég jól el lehet most már igazodni, de engem is nyugodtan keressetek, hogyha ilyen kérdés van. Jó. Igen, van itt egy ilyen kis sárga virág, megenném, megehetem. Küldöm a képet. Ami most virágzik, és az is gyönyörű szép, a kapukfűnek a kis mini kis lila virágai. Úgyhogy sok minden van, amit meg lehet. És akkor legyen az akár zöldség, akár erdőben szedett virág, mindegyiket csak simán egyszerűen hideg vízzel leöblögetjük. És... Illetve hát, hogyha tényleg mondjuk biztos helyről van, akkor még az sem feltétlenül, de ennyi mondom a szabály, hogy mondjuk ne forgalmas utak mentén szedjük. Jó, én ezt megehetem, ugye sose ettem rózsát, hagyd próbáljam már ki, jó? Megeheted. Jó, ez egészet így nem fogom elrágni. Ezeket kardírozni is szokták meg eltenni így cukorban, hogy minél igen, a rózsaszirmot? A rózsaszirmokat, de jó. Illetve ki is lehet szárítani, és én szoktam te a keverékeket is csinálni, lehet, hogy majd lesz egy rózsás is, mert már sokan mondták, hogy az jó lenne. Na, hát akkor hamarosan visszatérünk, jó, és végre és akkor már kóstolunk, igen. Megkóstoljuk a bólékat is. Ó, de jó, nagyon jól néz ki, alig jó, most alig pedig egy nagyon érdekes témával folytatjuk, hogy a